22,2. Sziasztok! Akartunk mondani volna egy bevezetőt, de már elhúzta, úgyhogy most elmondom. Itt vagyunk Harsányban, ez az év első komolyabb bojlis túrája, ez most egy 72 órás pece lesz. A bóját már leraktam, de etetni azt még nem lehet, ugyanis itt megvan az, hogy 7-től 8-ig lehet csak etetni. Két botot már bedobtam, és a PV a begesre jött. Mondta a halőr, hogy itt nem fog működni, mert hogy megeszi a keszeg. Hát ez most nem lett igaza, mivel ez most szinte biztos pont. Az etetés bojliból meg magból fog állni, de arról majd később beszélek. Ez most egy fűszeres ízesítésű tévé a begeje. Majd még később elmondtam a fontosabb dolgokat, de most megnézzük, hogy mi van a horog végén. Beszélgettünk egy emberrel, azt mondta, hogy még életében nem sikerült 5 kiló fölötti pontyot fognia. Nekünk már az első meghaladja, 5,5 kilós gyönyörű szép pocska. Szeretném elkészíteni a PVA-beges szereléket, megmutatom nektek, hogy én ezt hogy szoktam csinálni. Először is ugye van egy lead core-unk, utána jön a PVA-bególom, egy karikás forgó, ugye amiben beleszorul, és végül az előke, ami most egy blowback rig, és egy ananászos pop-up-pal 12 mm-es. Először is kiveszünk egy PVA zacskót. És az aljába töltök egy kis naturális peletet. Így az aljába. Aztán beletöltöm a szereléket, beleteszem. Olmostul, mindenestül. Kicsit eligazgatom, és megtöltöm a pelettel. Kisebb kanál jobban jönne, de ez van most. Még egy kanállal. Így. Ha ez megvan, így nagyjából jó. Elcsavarom. Kicsit
benedvesítem az ujjamat, és így rácsavarom. Jó, ezzel meg vagyunk. És az utolsó lépés, egy kis folyadékot fogok beletölteni, ananászosat. A régebbi folyadékokon csak egy kis kupak volt rajta, ezen azonban ilyen nagyobb van, hogy ne nagyon dzsúvázzon össze mindent. Most pedig beletöltöm a bébiabekbe, így szúrok egy lyukat, és ezen keresztül belenyomom. És így néz ki a bevetésre váró bébiabek. Még mindig nincs beltetve, de már megint elúszta az M1-es PV-abeget. Ez már jobbnak tűnik, mint az előző. Már vagy két zsinort is összeszedtem. Két kapás közt fogtam egy kárászt, de azért szerintem ez még mindig nem rossz átlag, hogy két ponty és egy kárász. Nagyon jó erőben van ez a hal. Az már biztos, hogy erősebb, mint az előző. Eloldalazott balra, és most engedni magát egy kicsit. Hát jó. Féderezni és bojlizni is szoktam. Most két féder és két bojlisban bot van bent. Megnézzük, hogy melyik működik jobban. Örülnék, hogyha ezen a túrán sikerülne megdöntenem az eddigi 20 kilós pontyomat. Meglátjuk, hogy sikerül. Óra fele kezdtük el bedobni a végszerelékeket, és ez már a harmadik pontja horgon. Reméljük kijön, nem küzd olyan erősen, meglátjuk, mi lesz. Növekszik a méret, ez eddig a legnagyobb, ez már közel 7 kilós. Azért reméljük, hogy még a nagyobb is meglátogat minket. A beköszönés már megvolt az első ponttyal. Azonban most szeretnék még pár szót szólni a túról. Ugye itt vagyunk Harsányban, az egyes álláson, a gáton. Ez egy sátras hely, azonban tartozik hozzá egy szaletli, áram, valamint két stég, és halvédelmi eszközök, ponybölcső, mérlegelő állvány és fertőtlenítő. A bejövetel egy picit macerás. Hogyha eső van, akkor nem tudunk bejönni kocsival, akkor be kell hordani végig a gáton. Azonban, hogyha száraz az út, akkor körbe lehet jönni a tavon. A főútról kell bekanyarodni, és egy ilyen erdei úton végig a tó szélén jönni, és ide be tudunk jönni kocsival. Miután kipakoltunk, utána viszont ki kell menni a parkolóba, ott lehet parkolni a kocsival. Van egy büfé a tó partján, ahol lehet mindenféle ételeket vásárolni, valamint oda tartozik zuhanyzó és WC is. Ez egy igazán híres nagyhalas víz. Már régi vágyam volt, hogy ide egyszer eljussunk, és
Reméljük, hogy sok szép hal jön még ezen a túrán. Most pedig 7 óra van, úgyhogy mehetünk be az esti etetésre. Pár szót mondanék az etetésről is. Az lesz a taktikám, hogy a bújára csak bojlit fogok szórni, mivel itt elég sok a fehér hal. Úgyhogy a bójára csak bojlit fogok szórni, C2-es, C3-ast, oldódót és főzöttet is. És a búja elé körülbelül 7-8 méterre fogok még szórni magvakat, kukorica-tigris magyaró, hogy azzal lehúzzam a kisebb halakat és a keszegeket az etetésről. Itt megvan adva, hogy mikor és mennyit lehet etetni. Napi 10 kilót szórhatunk be, reggel 5.30-tól 6.30-ig, este pedig 7-től 8-ig. Megnézem, hogy mennyi, de ez még kevés lesz biztosan. Egy kilót fogok így alapozásnak. Jó, hát ez még semmi. Érdemes visszazárni az acskót, ezen ugye a SBS-es bojlikon gyorszár van, ami én nagyon szeretem, mert nagyon jó jön ilyenkor, amikor nem használjuk el az egész acskót egyszerre. Felpesdült az élet itt a tavon, mindenki látszik megy beetetni, én pedig viszem be a bojlit és a magot. Lassan ide érünk a bójához. Nagyjából így ide elé. Megszórom a maggal. Közben meg a kacsák eszik. Nem, nektek adom. Jöhet a bojlia. Az viszont már a bójára, bója mellé és mögé, és ugye majd az etetés, vagyis a bojlis etetés mögé fogok horgászni. Nagyon összegyűltek itt a kacsák. Akkor ezt is egy picit itt megterítem. Óra múlt pár perce, és megjött a negyedik kapás. Ez most a C2-es bojlira. Körülbelül fél óráig benne se voltak a botok etetés után, mert megvacsoráztunk, és utána visszadobtam, és hát szerintem 10-15 perc múlva el is húzott. A bojlis botokon is ugyanaz a végszerelék és a csali is. És mégis a féder botokra jön a kapás. Nem tudom, mi lett ennek az oka. Mindegyik hal a nádasba rohan. Reméljük, ez sikerül visszafordítani. Minusz 2 kg, úgyhogy 13 és feles. Ez az első nagyobb, 10 fölötti itt a túrán. Negyedik hal, gyönyörű, szép, tükrös. 13,5 kg pontosan. C2-es bakterre jött. Megjött a következő kapás, elhúzta a bojlis botot is. Az most szerintem kisebb lesz. Egy ejtős kapás volt, már ott van a víz tetején. Nem tudom, mi lesz ez. Mozgott, mint egy kígyó.
szép nyúrga. Még a dobókesztyű is rajtam maradt, még a előző botot be se tudtam dobni. Nagyon hosszú. 8 kg fölött van egy kicsivel. Eddig úgy néz ki, hogy csak a C2-es boily működik. Érdekesen mozgott, mert jött kifele egy darabig, aztán most már kicsit azért nehezebben tudom húzni. Az eddig legnagyobb, vagy az idő biztos 10 feletti. Legeljük le. Ő itt a hatodik hal, 14,5 kilós, ő eddig a legnagyobb. Éppen csak, hogy kijött az előző hal, itt a következő. Most kisebb. Nem gondoltam volna, de ez a hal is 10 kg fölött van. Ő már a harmadik a túrán. Van egy kisebb oldalán, de mindjárt azt is lekezeljük a szájával együtt. Éppen csak, hogy lekapcsoltuk a villanyokat, már megint elhúzta. Ez a C2-es most nagyon megy. Másra egyszerűen nem akar jönni. Még C3-as, meg M1-es van fönn, de csak ez működik. Feletti a túrán, pontos súlya 13,5. Istenem, elég nyúlnak tűnik, nagyon jó erőben van. De nem látok, nem tudom merre megy. Nagyon jó erőben van ez a hal. Masszatolós kapásra jött. Szerintem mondanom se kell, hogy megint a C2-es. Pinta halas. Masszatolós kapásra jött, és egészen lement jobbra. Végig itt a nátfal mellett. És tudtam húzni így, ahogy most is húzom. Körülbelül szerintem egy... Na, itt volt egész közel. És szerintem vagy 30 méterre rohan. Folyamatosan. Végig itt a nátfal mellett. Nem tudom, hogy mi lesz ez. Meglátjuk. Talán most. Egy kicsit. Kijön. Így ez a fékre. Most megy a másik felé. Ide megy, basszus. Ez az így nem jó. Itt fekszik előttem, ez egy gyönyörűség. Hát szerintem 20 körüli lesz. Lehet, hogy felette van, nem tudom még. Mindjárt megmérjük. Azt gondoltam, hogy majd itt a három nap alatt majd itt esetleg sikerül, hogy bejöjjön, és erre itt van, még éjfél sincs. Elképesztő nagy.
22,2. Visszaengedem életem eddigi legnagyobb pontját. Reggelt kívánok! Este annyira beindult a hal, hogy éjfélig 9 halat sikerült fognunk, és ott volt benne a rekordom, az eddigi rekordom, ami 20 fölött volt, 22,20 kg volt pontosan, és éjfélkor ki is vettük a botokat, mivel nagyon fáradtak voltunk az utazás miatt is, meg a kipakolás miatt. Úgyhogy kivettük a botokat, most reggel újult erővel indulunk, bemegyek etetni, és akkor utána bedobálom a végszerelékeket. És utána még azért visszafekszünk egy kicsit pihenni, mert még mindig fáradtak vagyunk. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz a mai nap. Most szeretném bemutatni azt a szereléket, ami itt nagyon eredményesen működött eddig. Ez áll egy Dive Master előtégi Norból, utána jön egy ilyen Helichod system, rajta egy nagy karikás forgóval, egy ólom clips, a gumiharang és egy 100 g-os ólom van most fönt, és az előke, a végén pedig a blowback riggel és egy 20-as C2-es oldódó. Nappal körülbelül 2 halat sikerült fognia, 2 vagy 3 halat a PVA baggel, aztán viszont azzal már nem próbálkoztam. Éjszakára már csak ezek a boilik voltak fönt, és hát nagyon eredményesen működtek. 5 óra 29 van, valószínűleg én leszek az első, aki bemegy a vízre és etet. Ennél az etetésnél is ugyanez volt a taktika, hogy etetek elé a búja elé egy 7-8 méter magot, és a bújára pedig csak bojlit. De a kacsák azok egyszerűen hihetetlenek, mert ott volt szinte a tó összes kacsája az én csónakomnál, és csak várták, hogy essenek be a csalik. Most megy be egy PVA bag, a másik 3 boton pedig csak simán boily van. Meglátjuk, hogy melyik működik jobban. Elhúzta a C2-es boilyt is. Elég jól indul ez a reggel. Dupla kapás van, egyik hal itt a szágba, másik pedig küzd a forog végén. Anya segít egy kicsit. A dupla kapás második résztvevője küzd már itt a horgon. Az első hal a bölcsőbe. Az olyan 5 kg körül van, az talán egy picit nagyobb lesz ez már. Lehet, hogy a 10-et is meghaladja. Ő itt az első hal a mai nap,
ő a dupla kapás első résztvevője, ő a kisebbik, olyan 5 kg körül lehet. Őt most nem mérjük meg, mert engedjük vissza, hogy nézzük a társát. Ő itt a dupla kapás második résztvevője. Ő már 12 kiló fölött van egy kicsivel. Nagyon rűszép tükrös. Nagyon nagy pocakja van, valószínűleg sokat evett az etetésen. Azért lihegek egy picit, mert itt a dupla kapással elfáradta. Megjött a következő kapás. Most volt egy kis szünet, körülbelül egy másfél óráig nem volt kapás. Befrissítettem, és most megjött. Szerintem nagyon fontos, hogy frissítsünk. Most ilyenkor viszonylag sűrűn, mivel ugye oldódó bojli van fönt. És eddig is befrissítettem, és egy 5 perc múlva már jött a kapás. És szinte minden hal a bedobás után szerintem fél órán belül jött. Ha utána nincs kapás, akkor valószínűleg vagy rossz helyen van, vagy összegabajodott, nem tudni. De érdemes viszonylag sűrűn frissíteni. Ő már a nap harmadik hala. Gyönyörű, szép, egészséges. Kicsivel 7 kg fölött van. Már elkészült a reggeli, épp enni készültünk, és elhúzta a PV-jebeget. Elég jól tartotta magát az elején, átment a bóján, és most meg könnyen jön. Szép kis tökrös, 10 fölött van. Történt egy kis baki sajnos, ugyanis elment a csónakunk.
valahogy elfújta a szél, nem tudjuk, hogy nem lehetett jól kikötve valószínűleg. Elment jobbra, itt a nátfal mellett. Most szóltunk a lőrnek, elvileg most érte tud jönni, és akkor visszahozza a helyére. Sajnos elég nagy a szél, 21 km per órás, úgyhogy nem könnyű megmaradni, főleg itt a gáton. Mindent visz szinte. Most befrissítem a botokat, aztán spombozok egy kicsit, és meglátjuk, hogy hát ha itt a nap folyamán még bejön pár ponty. Éppen most frissítettem be a botokat, eléggé föltámadt a szél. Spombozni is szerettem volna, de hát nem hagytak, mert elvitte a PV ebeget. Nemrég dobtam be. Ez is most igazolja, hogy mennyire fontos a frissítés itt, mert bent voltak egy másfél órát, kb. Egy másfél órát, semmi kapás nem volt, volt egy kis szünet. Befrissítettem, és 5 perc nem kellett. A halak nagy része mind a jobb oldali nádasba ment. Ő most itt a balra jött. Ő talán az eddigi legkisebb. Talán nincs 5 kilo, de örülünk neki. Legalább jött itt valami a nagy szeles időbe. Kellett mondani az előbb, hogy ez volt a legkisebb pont. Fogtunk egy még kisebbet. Mehet is vissza. Gratulálunk! Szóval. Megjött a halőr megmenteni a csónakunkat. Köszönjük szépen! Hogy ment el, nem tudjuk. Hát megróbott. Köszi szépen. Délután 4 óra van. Lassan 24 órához közeledünk ezen a túrán. Megállt a szél, és a halakkapó kedve is egy kicsit aláfagyott. Most volt körülbelül egy 2 órás csend, tudtunk aludni. Most befrissítem a botokat, és utána pedig majd lassan bemegyek esti etetésre, és készülünk az éjszakára. Megcsináltam az edzést, ilyenkor nekünk van a versenyszezon, és minden nap van edzés, úgyhogy elég nehéz így eljönni. Úszni meg bringázni nem tudok, a futást azt ugye, hogy meg tudom csinálni. Ugye én versenyszerűen triatlonozom, már idén sikerült bekerülni a válogatottba, ezért minden nap edzésben kell lennem, ezért most is így sem hagyom abba. Eljött az esti etetés ideje, úgyhogy megyünk is be. Ugyanazt fogom szórni, amit eddig.
Boldi a bójára, és akkor pedig elé. A mag be lett szórva, most a Boldit fogom. Érdekes, hogy most nincsenek kacsák, most csak ez az egy van itt. Valószínűleg több csónak van benne egyszerre, azért szétosztottak. Mehetünk is ki. Egész nap nem volt kapás, vagyis hát volt, de sajnos elszakadt a csinór, úgyhogy ez nem lett meg. Most ez az első. Reggel fogtunk ugye kettőt, vagyis hát hármat. És azóta semmi nem jött. Reméljük szép lesz. Rengeteg szúnyog van. Nagyon idegesítőek. Tehát... ezt hozzá kell szokni, mert aki nyáron akar fecelni. Nagyon örülünk most ennek a halnak, nem a mérete miatt, hanem hogy már végre jött ilyen hosszú idő után, mert egész nap nem volt semmi a reggeli kapásokon kívül. Vissza is engedjük, aztán reméljük, hogy itt az éjszaka folyamán jön még pár. A 10 óra lehet lassan, már ki is ért ide a parthoz. Nem lesz valami nagy, de legalább jött. Éppen elaludtunk. Felkeltek. Oh, az nagyon nem pici. Az nagyon nem pici. Ez lehet 15 fölött lesz. Itt ez a gyönyörűség. Én szerintem 15 kiló fölött lesz. Nagyon nagy pocakja van. 16,5 kiló, gyönyörű szép, pocakos. Nagyon nagy hasa van. C3-as Boldira jött. Gyönyörű szép. Nagyon örülök neki. Az éjszaka következő hala. Nekem nem volt sok közöm hozzá, ugyanis én aludtam, apa egyedül fárasztotta ki. Már nagyon fáradt voltam. Visszaengedjük, aztán meglátjuk, hogy jön-e még esetleg valami.
van a horgon. Reggelt mindenkinek. Elérkezett a napi rutin. Készítem elő a reggeli etetést. 5 óra 30 van. Mostantól lehet bemenni és etetni. Az éjszaka nem volt túl sok esemény. Mindösszesen 3 halat sikerült fogni, de köztük volt egy igazán szép 16 kg fölötti. A reggeli etetés ugyanaz lesz, amit eddig is csináltam, csak most egy kicsit kevesebb boilit fogok szórni. És még napközben is fogok spombozni, és majd este egy picit nagyobb mennyiséget, mert azt vettük észre, hogy este itt jobban megy a hal. Reggel a DB-re ébresztettek minket, három boton is felvették a boilit valahogy. Reméljük, hogy a napközben sikerül kikerülni őket. Nagyon szép időnk van ma. Valószínűleg azt mondták, hogy 30 fok is lehet ma. Ami nem feltétlen jó, mivel ugye tegnap ettől jóval hűvösebb volt. Meglátjuk, hogy ez majd milyen hatással lesz a halakra. Megjött a reggeli kapás, 20-as C3-as oldódó volt fönt. A negyedik botot még be se tudtam dobni, így a reggeli etetés után. És elhúzta. Most is jól indul a reggel. Itt a kapás, apa addig visszaengedi a tükröst. Elhúzta a C2-est is. Mozgalmas kis reggelünk van. Nagyon komolyan indul ez a reggel.
elhúzta a másik botot, ugye a tükrös után, és miközben azt fárasztottam, elhúzta a harmadik botot, ami bent volt. Már az egyik hal kiment, ő már itt küzd. Szuper! Körülbelül 15 perc alatt 3 hal. Elsőnek, ő a kisebb. Ő itt a nagyobb, szép nyurga, 8 kg fölött van egy kicsivel. Soha rosszabb reggelt minden botot visszadobni. Egy horgász nem bírja azt, amikor kint van a vízparton és üresek a bottartók, nincs bent bot, úgyhogy már dobom is be. Elhúzta végre. Erre egy picit többet kellett várni. És meg lett örökítve a kapás. Nagyon, nagyon jó időnk lesz. Már most nagyon meleg van. Nem tudom, mi lesz később. Nagyon fontos, hogy folyamatosan nedvesen tartjuk a ponybölcsőt, mérlegelőt, merítőt, mindent. Ebben a nagy melegben ez kimondottan fontos. Folyamatosan locsoljuk a halat. Gyönyörű, szép 11-es. Ez olyan gyorsan elszaladt, hogy még fölvenni se tudtuk a visszaengedését. Újra folyik a fárasztás. Elhúzta megint. Apa azért nem tett rá reszelt sajtot, mert diétázik. A büfében van mindenféle étel, de azért, amit mi magunk készítünk el, az a legjobb. Mondta apa, hogy törölgessek, ne a sátorban nézzem a Vision Trips-es videókat.
nagyon eseménytelenül telt itt az egész nap, a reggelen kívül igazából. Reggel sikerült fognunk körülbelül 5 halat, és utána vége, semmi megállt. Most olyan 4 óra lehet, aludtunk egy kicsit, és azt találtam ki, hogy ide jobbra beteszek a part közelébe egy botot, ilyen 7-8 méterre, és C2-essel, és mellé fogok tenni PVA-ba boilit. És akkor még egy görcsöt kötök idefelé, hogy következőre már egyből meglegyen. És a kettő közt pedig elvágom. Megpróbáljuk ezt, hát ha bejön. Végre megjött a kapás, ugyanúgy, mint tegnap, egész nap szünet volt, nem fogtunk semmit egész nap. Most körülbelül egy fél órája szpomboztam, meg frissítettem, és elhúzta. Elhúzta a PVA beget is. És közben egyébként most megy a magyar-portugál foci meccs. Úgyhogy hajrá magyarok, mi is szurkolunk innen. Egy hallal a horgon. Hát ugye egy kicsit nagyobb hal van a horgon, mert eléggé tartja magát, még mindig ott van bent a bújánál. Most megy el jobbra, meglátjuk, mi lesz. Mivel nagyon kicsi a stég, ezért nagyon nehéz a halfárasztás. Lavírozni kell itt a botok közt, hogy ne szedjük össze. Nem olyan nagyon nagy, de 10 pluszos. Basszus kapu. De azért megvan egy kicsit. Sajnos apának lett igaza, ugyanis nincsen 10 kiló. 9 kiló hal. Miért vagy vizes? Ha-ha-ha! És kezdett az utolsó etetés ideje, mivel holnap reggel már nem fogunk etetni. Ezért most egy kicsit nagyobb mennyiséget szórok. Beszórjuk az összes maradék boilit és kukoricát.
fél kilenc van. Gyönyörű, szép tükörvíz. Most húzta el. Elég sok halnál azt vettem észre, hogy azt csinálják, hogy kijönnek, viszonylag könnyedén kijönnek, fölfekszenek a vízre, majdnem meg akarom szákolni, és utána hirtelen erőre kap, és még egy 5-10 percig itt köröz a stég előtt. Itt ez egy gyönyörű. Nem gondoltam volna, de 10 kiló fölött van egy kicsivel. 10 kiló 60 pontosan. Szép hosszúkás, erős töves. Elhúzta a 24-es C3-as. Ez most főzött volt. Rengeteg a szúnyog továbbra is. Alig lehet tőlük megmaradni. Nagyon érdekes, van egy ilyen kúp a hátán. Kis rövid, de nagyon duci. 9,5 kilo. De lehetetlen újra csalizni, mert nem tudok világítani, mert annyira jönnek a szúnyogok, rengeteg van. C3-as, 24-es főzött, erre jött még a 10-es is, az előző, meg most ez is. Elkészült. Mehet is be. Jó reggelt! Eléggé eseménytelenül telt az éjszaka. Mindösszesen talán 2 halat sikerült fogni. Ilyen 10 kiló körülieket. És most reggel elhúzta. Nagyon picike volt, körülbelül 2-3 kilós, de kiakadt, mert nagyon birgonckodott itt. Van ilyen. Befrissítjük most mind a 4 botot. Ez már itt az utolsó. Megyek, be is dobom. Ő a reggeli vendégünk. Fél hét van, és elhúzta. Ugye már itt reggel volt egy leakadás, ez csak egy ilyen 2-3 kilós kis ponty lehetett, de nem lett meg. Most ez már egy picit jobbnak tűnik, azért szépen elment jobbra. Nagyon picike, de azért örülünk neki, és reméljük, hogy nem az utolsó hal a túránkon. Ez a túra is véget ért, nagyon eredményesen. Talán az egyik legjobb horgászatom volt eddig. Ugye vasárnap érkeztünk meg, elég sokat utaztunk, és eléggé fáradtak is voltunk. Ugye ilyenkor még nem lehetett etetni, úgyhogy csak a bóját tettük le. Bedobáltam a botokat, az időjárás az nagyon jó volt, ugyanis ilyen 20 fok körül volt, ez meg is hozta ugye a halakat. Amíg nem lehetett etetni, addig a PV a beggel, M1-essel fogtam körülbelül egy 2-3 halat,
és miután bementünk az esti etetésre, onnantól kezdve éjfélig nagyon szépen jöttek a halak, több 10 pluszost fogtunk, és ugye ott sikerült megfognom a rekordomat, ami 22,2 kg volt pontosan. A fárasztásról azért nincsen videó, mivel apának kellett segítenie kiemelni a halat. Túról azt szeretném elmondani, hogy hát nagyon tetszik. Ugye van áram, szaletli, mindenféle halvédelmi eszköz itt a helynél. Az egyes helyen voltunk, mi itt a keresztgáton. Halőrök nagyon kedvesek voltak, mindenben segítettek. Reméljük, hogy még ide visszatérünk. Most még 2 bont bent van a vízben, a felszerelés többi részét már összepakoltuk, és utazunk haza. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogy követtek minket. Hamarosan pedig találkozunk a következő pecánál. Addig is görbüljön. Most zárom le a harsányi túrát az utolsó bot kivételével. Bóját majdnem ott hagytuk, úgyhogy megyek ki is, köszönöm.